Jó estét kívánok minden kedves nézőnek, és külön szeretettel köszöntöm ma esti vendégemet, George F. Hemingway urat. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát, akit én különleges embernek tartok, egyéb szempontok alapján is, de mindenek előtt azért, mert olyan ember, aki hát rendületlenül hisz a magyar labdarúgás felemelkedésében, hát én már több mint egy évtizede, vagy lehet, hogy előtte is, de tevőlegesen mondjuk azt, hogy a kapcsolata, ugye a magyar, közvetlen kapcsolata a magyar futballal mint egy évtizedes, valamivel több mint évtizedes, azóta a Honvéd tulajdonosa. Hát mondja meg, ami, igaz, hogy olvastam, azért felkészülök mindig, bár mi sokat beszélgetünk egyébként, mármint adáson kívül is felkészültem, hogy volt egy olyan magára nem nagyon jellemző mondat, hogy lehet, hogy kicsit illuminált voltam, amikor megvásároltam a Honvédot, az is öntől származik, nyilván itt tréfa volt, de szóval mi indította arra egyébként a Honvéd megvásárlás, és egyáltalán mi az oka annak, hogy már akkor is hát bízott a magyar futballban, már egy évtizeddel ezelőtt, amikor szintén semmiféle reményt nem táplálhatott, hogy hát, vagy legalábbis az olyan egyszerű ember szerint, mint én, semmiféle reményt nem táplálhatott a felemelkedésre. Szóval mi vette rá, hogy ekkora pénzeket öljön bele abba, ami nem sok reménnyel kecsegtetett? Hát azt kell mondanom, hogy 2006-ban, amikor megvásároltam a magyar futballt, tulajdonképpen két bajom volt, és ez a két baj vitt be engem a magyar futballba. Először is, akkor éppen sok pénzem volt. Ez egy nagyon de tiszta nagy volt, baj. Nem volt itt a pillanat. Nem. Én nem hiszem úgy, hogy ez hát nem volt. Tudjuk, csak azért tisztázzuk a nézzel. Akkor éppen sok pénze volt, mert eladtam egy nagy vállalatot, és pénz jött be. Ez egy nagy hiba, mert az ember akkor azt gondolja, hogy hát ezt tudja csinálni, azt tudja csinálni. És a másik pedig, hogy ugye én üzleti alapokra akartam fektetni a befektetést, ami az akkori körülmények között teljesen lehetetlen volt, de én ezt nem tudtam, mert én a magyar futball világában nem mozogtam. Mikor megvettem a Budapest Honvédot, ugye én nagyon szeretem a labdarúgást, 15 éves korom óta vezetek labdarúgó mérkőzéseket. Máig, igaz? Igen, azt kell mondani, hogy ebben a szezonban most kihagytam, mert egy műtétem volt, és nem tudtam megfelelően szaladni, de a következő szezontól ismét vezetek. Milyen osztályban? A Coast League-ában, Kaliforniában, tehát ugye ott nincs, tudja, hogy van felépítve, van egy profi liga, aztán vannak a regionális ligák, én a regionális ligában vezetek Kaliforniában, Budapesten pedig, a Blazban vezetek, megyében vezetek, szeretek Pest és Fejér megyékben vezetni. Nem szólnak be? Ismerik, hogy ki vezet? Hogyne, hát mindenki ismer, de változatlanul nem rám, hanem inkább az édesanyámra koncentrálnak, tehát ez úgyhogy... De ez humorosan fogja fel, ahogy látom. Hát nézd, de aki nem bírja a meleget, az nem menjen a konyhába. Én soha nem értettem meg azokat a kislányokat, akik kimennek bíráskodni, és utána azt mondják, hogy jaj, hát szittak engem. Hát persze, hogy szígyek. Hát látja az NBA-ben is, vannak bírók. Jó levegőm van, vagy mi vonza oda vagy? Jó levegőm vagyok, futok, imádott dologban működök közre, és én szeretek olyan dolgokat csinálni, amit jól csinálok. És azt hiszem, a bíráskodást én jól csinálom. Ellentétben egy pár kollégával. Mert hogy ugye az eredetileg ugye mondta, hogy jó üzleteket kötött. Ugye eredetileg ugye a Bombo Hemingway volt, meg a Pizza Hut, Kentucky Fried, nem tudom, hát ez nem a reklám helye, de hát azért ezzel nem kell szégyenkezni. Ugye a Honvéd előtt jobb üzletek látszottak. Hát ez szerelem volt. Már a Honvéd? Igen, a futball. És ami hát pénzügyileg illeti 2006 és 2011 között pénzügyileg számomra teljes csőd, rengeteg pénz ment bele. Egyébként Honvéd drukker volt? Én nem nagyon voltam semmilyen drukker. Én nagyon szerettem, valamelyik magyar csapatot szerettem. Szerettem a Honvédot Puskás Ferenc miatt. Az egy olyan dolog volt, hogy Puskás és Pele volt az én két hát bálványom. És azt gondolom, hogy Puskás Ferenc, ugye, és akkor később jött Pele valamennyivel, és hát őt végigkísértem nem csak a brazil pályafutásában, a Santosba, hanem a Kozmoszban is, később az Egyesült Államban, amikor már visszavonás után visszajött, és hát egy nagy sztár. A tévén kísérte, gondolom, mert Kalifornia azért. Igen. És hát szóval ő egy nagy ember volt ott.
Aztán 2000, ha egy hibát követtem el azon kívül, hogy megvettem a mobilot, az volt, hogy én hittem, hogy racionális üzleti lehetőség van abban, hogy szponzorokat szerez az ember a csapatnak. Akkor én nem értettem, hogy Magyarországon az üzleti élet a 90-es évektől teljesen kivonult a futballból, a labdarúgásból. És ezért ez teljesen lehetetlen dolog volt, annak ellenére, hogy a Honvéd, hát az egyik legnagyobb név azért Magyarországon, egy külföldön meg a legnagyobb név a magyar csapatok között. Tehát én azt gondoltam, hogy itt van lehetőség. Aztán ugye 2007-ben megalapítottuk a Magyar Futball Akadémiát, ami egy nagyszerű döntés volt, én úgy gondolom. És hát a magyar labdarúgás... Az se kevés pénzébe került. Hát nagy pénzbe került, persze. És ugye 2011-ig mi semmilyen segítséget nem kaptunk. Tehát az utánpótlás nem volt támogatva, a sport nem volt támogatva, a labdarúgás kivéreztetve, kiéheztetve volt. Én azért azt mondom, hogy 2010 után azért jobb lett a helyzet, különösen az infrastruktúra fejlesztésekkel és az utánpótlás támogatásával, és remélem, hogy előbb-utóbb az üzleti élet is visszatér a sportba. De a színvonal nem lett jobb, különösen. 100%-osan, totálisan nem értek egyet önnel. Én azt gondolom, hogy aki ma egyáltalán nem? Egyáltalán nem értek. A színvonal igenis sokkal-sokkal jobb lett. Ha megnézed, tekintetben? 2006-os mérkőzésnél azt javaslom mindenkinek, aki el akarja dönteni, hogy magyar labdarúgás egyik legnagyobb szakértőjének, vagy nekem van igaza, nézze meg egy 2006-os mérkőzést két csapat között, akármilyen két csapat között, és nézze meg ugyanezt a 2016-17-es mérkőzést ugyan a két csapat között, és látni fogja, hogy különbség óriás. Akkor két dolgot hagyd mondjak. Akkor azt mivel magyarázza, hogy ilyen Partizán, Tirana nagyságrendű csapatok sorozatban? És simán a gangon, nem a előszobában, a gangon már kiejtik, mondjuk a maga csapatát is kiejtették, hanem a Niksic elleni 9-0-át veszem a véget, a komédia valahol, de most nem akarom alábecsülni, mert amiért meghívtam az az, hogy az életében először kezd valami kirajzolódni, de mármint nem a életében, a futballban úgy értem, mert a Bombo Hemingway rendben van. Hagyj menjek vissza arra, amit mondott a nemzetközi szereplésre, mert az a magyar futball egyik nagyon fájó pontja. Mi mentünk két, illetve három kört. Selejtezőkbe, természetesen. Voltak olyan csapatok, amelyik olyan játékosokkal álltak fel, vélemény szerint lelketlen légiósokkal, akiket nem érdekelt az egész, csak a pénzüket akarták behozni. Ez nálam soha nem volt. Tehát a miénk tisztességesen játszottak, ennyire tellett. Na most, a Partizánt nem tudom megmagyarázni honvédos szemmel, mert én azt gondolom, mi nem estünk volna ki a Partizán ellen. Nem, mint a Tiránai Partizán. A Tiránai Partizán, nem a Partizán, Belgrád, az egy más tészt. A Tiránai Partizán ellen. Azt gondolom, hogy nagyon könnyű megmagyarázni, hogy a Budapest Honvéd miért esett ki mondjuk a Hamburg ellen. Egy pillanat. A Budapest... Nem. A kérdés nem erre vonatkozott. Itt akkor mást válaszol, mint amit kérdeztem, mert ugye ön ugyancsak a Honvéd tulajdonosa, de ön az általános színvonaljavulásról beszél, nem csak a Honvéd tekintetében. Ennek az általános színvonaljavulásnak az elmúlt, nem tudom, 5 évben a lenyomata nyaranta az volt, hogy augusztus első hetében már, egy kivétellel, amikor a Videoton 2012-ben bejutott az Európa Liga csoportkörébe, tulajdonképpen augusztus első hetére, vagy július utolsó hetére már nem volt magyar csapat. Olyan résztvevők, olyan... Ez tény, nem kell szakértele. Tehát, magyarán szólva, annak a javulásnak, amelyről ön beszél, semmiféle nyoma nincs, még a selejtezők gangján sem, mondom, tehát nem az előszobájában, a körfolyosón sem. Oké, két dolgot kell látni, és én nem akarok a magyar... Aztán, hogy a magyar labdarúgó válogatott kijutott az Európa-bajnokságon, ez egy teljesen más dolog. Azt mondanám, hogy itt két dolog van. Először is azért, hogy a magyar klubcsapatok nem tudják felvenni a versenyt nagyon sok más klubcsapattal, most vehetnénk itt mindent a Vojvodinától a Hamburgig, vagy a Grácig, vagy a Red Bull Salzburgig. Ennek az az oka, hogy ha az én első csapatra költött költségvetése mondjuk 2 millió euró, vagy 2,5 millió euró, és Red Bull Salzburgi 50 millió, vagy valamelyik más csapaté... Ez nem válasz, de... Partizáni... Bocsánat. A Red Bull Salzburg az megmagyarázható lenne. Menjünk el a
partizáni, Tirana partizáni, vagy mit tudom, albán partizáni dolg, mert azért egy lelketlen csapat kikapott egy és hajtós... És a Szarajevói Zselyeznicsától is menjünk-e? És minden a Torpedo Zsogyinótól is menjünk-e? Hát a nevét se tudom. Maradjunk azoknál a csapatoknál, mivel mi játszottunk, mert erről autentikusan tudok beszélni. Jó. Mi megvertük a kazaksztáni csapatot, aztán megvettük a cseh csapatot, amelyik első vagy második volt a Teplicét akkoriban, és elvéreztünk a Vojvodinánál, elvéreztünk a Fenerbahcsénál, elvéreztünk a Hamburgnál. Én azt gondolom, hogy amikor megnézi a költségvetést, ezekkel a csapatokban... De a Hamburgról és a Fenerbahcséről senki nem beszélt ebbe a stúdióba. A Hamburg Honvédon nincs esély. De a Zselyeznicsár, Ferencváros vagy Debrecen Zsogyinó meccsen, nem mondja már, a Zsogyinó a nevét, nem hogy egy játékosát, a klub nevét se ismertem, pedig tudja jól, hogy ismerem az európai. Én azt gondolom, hogy először is ezekről azokat a csapatokat, vagy a csapatok a vezetőit kell megkérdezni. De hát ön is abban a bajnokságban játszik, igen, ahol ezek a... Igen, de én azt mondom, hogy az összehasonlítás az a 10 év előtti bajnokság és a mostani bajnokság között van, csak így lehet összehasonlítani. Jó. Azt, hogy számon kérni azt, hogy miért nem jutnak a magyar csapatok tovább a nemzetközi pornóban, az lehet, különösen, amikor jön egy ilyen partizáni csoda, amelyik hát megverte a Ferencvárost, ennek biztos különböző okai vannak, én nem ismerem a Ferencváros hát hozzáállását ezzel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy ha megnézi a mérkőzéseket, igenis van javulás, komoly javulás. Arról nem is beszélve, hogy gyerekek jönnek fel, például tőlünk jönnek fel a gyerekek, ügyesek, külföldre mennek, azok is jók lesznek, ebben az évben is ment tőlünk valaki a Stoke Citybe, az Ajaxhoz, a Dachshoz, Igen. A izén keresztül, a Twentén keresztül. Twentének adtuk a játékos, és ők adták el a Dunaszerdahelynek. A Greuther-Fürth-be, és ha jobb lenne a memóriám, még legalább 5-6 klubot tudnék felsorolni, ahova az elmúlt 1-2 évben játékost adtunk el, saját nevelésű játékos, de nem arról beszélek, hogy vettünk egy játékos Afrikába, és eladtuk, az egy más tészta, de saját nevelésű játékos, és 100 nagyon tehetséges fiatal van a csapatunkban. Jó, erről majd beszélünk, mert szóval mondom, a Honvédról beszélünk még, mert most van az első olyan idény, amely legalább itthon igazolni látszik azt a derülátását, amely 2006-ban igazolhatatlannak tetszett. Csak azt mondom, hogy van még egy szegmens, ami nem igazolja az ön a magyar futball egészéről tett. Tehát azt mondta nekem, hogy 100%-osan nem érte, és 0%-ban nem ért egyet. A lényeg az, hogy a másik, ami nem igazolja, az a nézőszám. Mondjuk átlagosan a nyilvántartás szerint 2500 körül van az átlag nézőszám, és én azt tudom, klubok tudja jól, hogy sok, tehát hogy ismerek sokakat, a klubokon belül még azt is mondják, hogy még ez a 2500 is egy kozmetikázott szám, a valóság valahol 1800 körül lehet. Hogy ezt kimondja önnek, igen, azt én nem tudom, de ezzel is 100%-ban nem értek egyet, mert nálunk van egy automatikus számolórendszer, a többi klubnál is azt, és ez a rendszer a félidőben megállapítja, hogy hány néző volt, bérletesek és fizetett nézők, jegyes nézők, és ezt bemondjuk a fél időben. Nem, tehát akár meg is lehet számolni. A kispesti viszonyokról beszéltem, mert általában sok helyütt nincs is ilyen számláló, de mindegy, maradjunk annyi, hogy a 2588 az, ahogyan a pestiesen mondják, frankó. 2588 az ez nagyon nálunk, szerény. Ez nálunk körülbelül fedi az átlag nézőszámot. De az egész NB1-be is. Igen, de mondom, nálunk van, aki kevesebb, van, aki többet. Rendben van. És erről mit gondol? Ha olyan jó lenne ez, ha olyan látványosan fejlődne, akkor még nincs, nem tudom, 4800 mondjuk. Vagy 10. Hát nem lesz 10. Átlag 10 000, az tudja, mi kell ahhoz? Kettős rangadók 70 000. Egy pár dolgot hagyd mondjak. Igen. Először is a magyar infrastruktúra totálisan elévült, és ezt csak az utolsó 2-3 éve kezdték rendbe hozni stadionépítésekkel. Ugyanakkor ez még 2-3 évig elhúzódik, a mi stadionunk 2019-ben lesz majd kész. Tehát körülbelül akkorban fejeződik be az infrastruktúra fejlesztés, ami szükséges ahhoz, hogy a nézőszám emelkedjen. 1, 2. A
nem csak, hogy az infrastruktúra megöregedett, mert lehet az megöregedett infrastruktúrát jól karbantartani. Az infrastruktúra nem volt karbantartva. Soha nem felejtem el, hogy 2005-ben elmentem egy MTK mérkőzésre. MTK játszott, azt hiszem, talán a Honvéddal, az MTK stadionban, de lehet, hogy egy másik csapattal. És kimentem a mosdóba. A mosdón, ahol az ülőkék vannak, a férfi mosdóban, az ajtók ki voltak véve, és nem volt WC-papír. Kimentem felháborodva, és mondtam a biztonsági embernek, hogy figyelj, hát itt nincs WC-papír. És elkezdett nevetni. Hangosan nevetni. Szóval ez egy futballpálya, itt nincs WC-papír. Na most ez az én számomra leírta a magyar futball helyzetét akkor. Kettő, három. Magyarországon miután a rendszerváltás megtörtént, az üzleti szféra teljesen kivonult, szép lassan, nem egyszerre, szép lassan kivonult a futballba, és az állam levette a kezét a labdarúgásról, ami addig volt, a Vasas, a Honvéd, a Ferencváros, a Dózsa, mindenki. Okay. Tehát kivonultak. Itt azért megálltunk egy pillanatra. Azért vonultak ki, mert 90-ben már súlyosan, hogy is olyan, kompromittáló volt támogatni a futballt, olyan színvonalú volt a futball. Nem vagyok biztos benne, hogy ebben igazam van, de hagyd térjek erre vissza. Ezért vonultak ki, ebben egyáltalán nem vagyok biztos, mármint mindjárt mondom, miért. Igen. A következő, a környezet, a futball környezete, a balhék, azok, akik átvették az irányítást, például nálam, amikor bejöttem, nekünk csodálatos nézőink vannak, csodálatos ultráink vannak, láthatja az éken. Akkoriban, amikor én átvettem, egy extrém, szélsőjobbos csoport garantálta a személyiségeket a pályán, amiket nekem két évig tartottam, amíg azt kiirtottam. Tehát, és ezt beengedték. Következő, az MLS nem volt megfelelő kontrollja a futballpályák, a futballközeg felett. Következő, olyan embereket engedtek be, mint igazgatók, tulajdonosok, akik szélhámosok voltak. Szélhámosok voltak, bűnözők voltak, a mindenféle selejtet beengedtek ebbe a közegbe. Itt következő. Megint szólhatok valamit? Csak csendesen megjegyzem, igen. Hogy azért nem régiben is ült az MLS elnökségbe egy ember, akit azóta már, hogy is olyan, nincs szabad lábon. Szóval ez csak... De ez csak... a közelmúltról beszélek, nem akarok... Okay. Nem olyan közel, mondod, ez egy pár év azért már. Hát pár éve nincs szabad gondolom, lábon, igen. Előtte mielőtt szabad lábon volt, még ott ült az elnökség. Én erre nem tudok mondani. De igaz? Hogy nem igaz. Ugyan még nem ítélték el. Tehát az most nincs szabad, akkor sincs szabad. Igen, nincs. A következő dolog, az MLS nem írt ki megfelelő versenyprogramot, és olyan klubokat engedett versenyeztetni, akiket nem szabadott volna, sem a pénzügyi, sem a más kondíciók és szabályok miatt. Játékosok nem, ezért nem is lettek fizetve. Következő. Az MLS megengedte nekem is, én is sok légióst alkalmaztam, hogy ahelyett, hogy magyar fiatalokat neveljenek, légiósokat hozzanak be. Én azért hoztam be légiósokat az első pár évben, amikor megvettük a Honvédot, mert egyszerűen nem voltak magyar játékosok, akik tudtunk volna normális pénzért megvenni. Mielőtt elkezdtük őket... Ne haragudjon. Azért szólok közben, csak ez a szakmám. Hogy tudnélék, ezt mindig hallom, mint a szégyen lenne légiósokat alkalmazni. A világ minden pontján légiósokat alkalmaznak, egyáltalán nem szégyenik, a világ legkiválóbb futballklubjai gyakorlatilag légiósokra épülnek, ez a világtrend, sehol nem szégyenik, itt úgy beszélnek a külföldiekről, mint valami szégyennivaló emberekről. A probléma az, hogy itt olyan futballisták jönnek természetesen, de azt én nem tudom elfogadni. Tehát azért kellett légiósokhoz nyúlni, nem volt magyar futballista. És hogy milyen színvonalak? Hát persze, olyan színvonalak, amilyenek. Egyébként még ide kapcsolva, hogy miközben ugyan az állami támogatás természetesen óriási mértékben megnövekedett, ez a támogatás nemzetközi összehasonlításban nem oldja meg a problémákat. Tehát, hogy mondjam a következőt. Én azért mondom, hogy baj a külföldi légiósok alkalmazása, tehát én is sokszor alkalmaztam őket, amíg nem jött el az a szituáció, hogy már nem kellett, mert olyan légiósokat, akiket megérni alkalmazni, lásd Manchester City, vagy Real Madrid, mi nem tudunk alkalmazni, tehát csak a selejt jön hozzánk, a selejtet pedig inkább magyar selejtet használjuk, mint külföldi selejtet. Tehát, mert ez a selejt bosszúja. De a magyar selejt is pontosan ugyanilyen, a futball szempontjából selejt.
Én ebben ezzel nem értek egyet. Miért? Azzal sem értek egyet, hogy a bajnokság... Én kis ejtettem a selejt. A bosszúja az, amikor hozunk rossz légiósokat. És a magyar selejten mi a helyzet? Azok rosszul játszanak. Egyre, a 12 csapatos bajnokságban sokkal jobb a játék, sokkal kevesebb a selejt, ahogy mondjuk, és sokkal jobb a színvonal, én véleményem szerint, de a bűn az volt itt Magyarországon, hogy nem neveltek gyerekeket. Nem az, hogy légiósok hozzá. Légiós hozása, a selejt légiós hozatala, az egy következmény. A bűn az, hogy nem neveltek fiatalokat, most már nevelünk, de nem neveltek, és semmilyen támogatás nem volt. George, tehát... A Honvédot elfogadom e pillanatban, abba hozzáteszem, hogy azért kivárok még egy-két évet, amíg ennek a vérlegét megvonom. Most ez az évad arra enged következtetni, hogy a Honvéd Akadémia legalábbis magyar szinten minimálisan fejlődést mutat. De az én jelzem, hogy van olyan akadémia, amely 2001-ben alakult, és a csúcs teljesítményét most nem nevezem meg, de szóval még nemzetközi klasszis közelébe se jött 2001 óta, és az nagyon hosszú idő. 2001-től, ezért tehát a Honvéd Akadémia mércéje is csak az lesz, és majd lehetünk, amikor majd nemzetközi színvonal, egyelőre a magyar színvonalat sikerült reprodukálni, ami kétségtelen saját erőből, ami eddig nem sikerült talán senkinek, rendben van, ennyire. Bár mondjuk az az akadémia, amely nemzetközi színvonalú játékosokat nem produkált, az NB1-es játékosokat adott szép számmal. Hát, hogy milyeneket, azt majd ön elbírálja. De a lényeg az, hogy nemzetközi színvonal egyelőre nem jött. Nem érkezett. Nagyon nehéz nemzetközi színvonalú játékosokat képezni, és még az akadémia nevelésnél is a Honvéd, vagy a Magyar Futball Akadémia, miénk, meg az MTK, meg a felcsútiak is hibát követtek el, követtünk el az elején. És az az volt, hogy mi például ugye az akadémia szinten kezdtük a képzést, mert hát az akadémia olyan 14-15 éves korban kezdődik. És a képzést 6 éves korban kell elkezdeni. Na most erre nekem legalábbis több év kellett, mire én rájöttem. Olyan tekintetben rájöttem, hogy nagy pénzt, erőfeszítést, legjobb edzőket tesszük a gyerekekhez, hogy ez történjen. Nézzen ide, én nekem az a véleményem, és ez lehet, hogy ilyen hát túl könnyedén hangzik, de kb. 30, talán 40 évig tartott, amíg tönkretették a magyar labdarúgást. Nem gondolom, hogy kevesebb idő kell ahhoz, hogy ismét fölvirágoztassák. Általában, általában kevesebb idő kell, hogy valamit leromboljunk, mint hogy valamit felépítsünk. Ez az életben általában igaz. Na most a magyar labdarúgás épülőben van. Állandó támadások közötte állt, mert politikai futball lett, állandó... Ne a közvéleményt hibáztassa, hát a stratégiai ágazat lett a sport, hát az politika magában. Hát nem a közvélemény találta ki a stratégiai ágazat, ezt a kifejezést a kabinet találta ki. Én ezzel nem teljesen értek egyet, mert én azt gondolom, hogy a magyar sport támogatása az egy magyar nemzeti ügy. Ez ideig rendben. Igen, tehát én lehet, valaki lehet szocialista, valaki lehet valaki lehet... Én nem mondtam, hogy ki ilyen oldalon áll, George. Én azt mondtam, hogy a kabinet fölvállalta azt, hogy a sport stratégiai ágazat. Okay, ennek nem volt előzménye. Mindenkinek kutya kötelessége támogatni a magyar sportot, támogatni azt, hogy gyerekek mozogjanak, hogy a magyarok előre lépjenek. Tehát nincs ilyen, hogy én nem hiszek ebben, tudja, hogy a sportból politikát kell csinálni. A stadionok építés az nem politika. Stadionok kellenek, különben megdöglik a magyar labdarúgás. Kellenek labdarúgók, kellenek gyerekek, támogatni kell az utánpótlást. Ez egy nemzeti érdek. Én nem is értem azokat az embereket, tényleg nem értem. Függetlenül attól, hogy én miben hiszek, vagy ő miben hisz, aki nem támogatja a magyar sport felemelkedését. És erre pénzt kell költeni. A pénz a labdarúgás anyateje. Megjegyzem, a sport anyateje is, de a labdarúgás anyateje mindenképpen. És mi soha ne, Magyarország, egy 10 milliós ország, nem fogja tudni megvásárolni azokat a játékosokat, akiket Angliában, Németországban, Spanyolországban meg tudnak vásárolni. Mi csak kinevelni tudunk játékosokat, és reméljük, hogy köztük lesz olyan zseni, aki Magyarországon is... De egyelőre nem tudunk, csak. Magyarországon is hajlandó alkotni. A legnagyobb probléma az, most például volt egy 16 éves fiú, aki nálunk van 10 év, nálunk volt 10 éve a Honvédnál. Egy zseni. Egy abszolút zseni. Én azt gondolom, hogy ez a gyereket jól bánnak vele. Ebből egy zseni lesz. Okay. 16 éves, már látni lehet a dolgot.
minden vágya az volt, szereti Honvédot, nagyon jól ér. Minden vágya az volt, hogy ő eligazoljon külföldre. 16 évesen. Most nyáron, vagy télen elvitte egy nagyon jó nevű, jó külföldi csapat, ahol nagy nevelés folyik a gyerekekkel. Nem lehet megtartani. Tehát ez nem az a kérdés, hogy mennyi pénzt kap, vagy ezt kap, vagy azt kap. Egyszerűen minden magyar gyerek, aki az akadémiákra jár, külföldre vágyik. Miért? Azért, mert látja ez óriási pénzeket, amiket ezek a játékosok kapnak. De George, azért ez így van, de hát az összes brazil is pedig azt tud futballozni, külföldre vágyik. Hát is az a legmagasabb szint. De mi a nagy különbség? Onnak vannak 160 millióan, ha jól emlékszem. És 160 millióból... 180, igen. Bocsánat, 180. A 180-ban lehet válogatni. Tehát a 10 millióban kevesebb. Arról beszéltem, hogy ez ma világtrend. Tehát a világ legjobbjai is. A világ legjobbjai a brazilok szintén Európába jönnek. Én ezt értem. De ebben nem mondod semmit. Tehát azt mondom, hogy természetes, ha úgy állna föl a válogatott, hogy hazajött, mi fölneveltünk, nem tudom, 22 játékost, aki, és hazajönnek bárhonnan, Hollandiából, most nem is mondom, hogy... Angliából. De még oda, akármit, csak Hollandiából, Ausztriából, és nem tudom micsoda, de nem ez a trend. Mi nem nevelünk még Ausztriának se játékost egyelőre. Én azt gondolom, hogy most már azért ez kezd, eddig igaza volt, eddig. Én azt mondom, ez már kezd megtörni. Mi is, én látom, nem látom a többi akadémiát, mert nem foglalkozom velük, de én látom fel a mi akadémiánkról, már ebben az évben is 3-4 játékos, mert nagyon komoly csapatokhoz, és ezek a játékosok egy pár év múlva, úgy gondolom, játszani is fognak ezekben a csapatokban. Olyan csapatokhoz érdemes eladni játékosokat, akik nevelnek is, tehát például vannak ilyen német csapatok, van az Ajax, vannak bizonyos angol csapatok, kevésbé ott. Spanyolországban is van, Portugáliában van 2-3 egyesület, amelyik neveli, mi adtunk el egy nagyon tehetséges gyereket, a Gimárosnak például első osztályba, aki játszani az első csapatukban szerintem hamarosan. És más játékosokat is, vagy például a svájci bajnokságból lehet menni Vécseit, akit alattunk, az játszik a svájci első osztályban már. Tehát én azt gondolom, hogy ez amit én a második szintnek neveznék. Az első szint ugye Anglia, Spanyolország, Németország, és utána mindenki más. Tehát Franciaország, Belgium, Hollandia. Olaszország még valószínűleg az első. Még szint. Talán, de ott nagyon nehéz, mert az olasz játékosok azért domináltak. Már most sem. A felső szinten. De kezdünk oda bekerülni. Kezdünk ebbe az osztályba bekerülni. A reménységeink egyelőre. Mert még nincs felnőtt játékos. Így van. Soha ilyen kevés nem volt egyébként. Csak úgy mondom, zárójelben megjegyzem. Tehát ez kezd... De ez így van, ez is tény, ez nem rossz indulat, ez tény. Még egy másik dolgot mondok. Ugye a magyar üzleti közeget meg kell győzni, hogy térjenek vissza, mint szponzorok a labdarúgásba. Ez nem fog minket a Real Madrid szintjére vinni, de azért európai középszintre fölvihetik a bajnokság, most a bajnokságról beszélek. A válogatott egy picit könnyebb dolog, picit, csak egy picit. Ebben is van nézetkülönbség. Igen. Nem könnyebb, szerintem. Egy picit könnyebb olyan tekintetben, hogy azok a játékosok, akik külföldre aladunk, és ott pallérozódnak, és visszatérnek a válogatottba, azok azért magasabb szintet képviselhetnek, mert ők hát a legjobbak. Remélhető szebb jövőben. Igen, tehát képviselhetnek. Ezt úgy egyetértek. Világos, a válogatott nem képvisel semmivel nagyobb erőt, mint az NB1. Én úgy gondolom, ha nincs a létszámemelés, az a 44 év még mindig tart. Vagy ha korábban lett volna létszámemelés, nem lett volna 44 év. Tehát ilyen egyszerű ez. Ez. Én nem pontosan erre céloztam, inkább arra céloztam, hogy ha eladjuk a legjobb játékosan külföldre, ott pallérozódnak jó külföldi bajnokságban, és visszatérnek a válogatottba, akkor természetesen a válogatottnak Európában magasabb szintet kell képviselni, mint az NB1-nek, ahol a többi játékos van. Visszatérek még egyszer. Az is egy nagy probléma ma Magyarországon, és több más országban, olyan országokban is, akik neveltek nagy játékosokat, Horvátország, Szerbia, még talán Bosznia is, hogy minden játékos elvágy, minden fiatal elvágyik valamilyen más bajnokságban. Ez egy általános probléma. Brazil az egy más szituáció, azért nagyon más szituáció, hogy mondjam el. Jó, csak arra mondtam, hogy a legjobbak is. Okay, szóval ez van. Én úgy látom, hogy egy emelkedő
megyünk felfelé, elmegyünk egy pályán, hogy nagyon, nagyon nehezen, de megyünk felfelé. Rendben van. Még mielőtt az adásnak vége van, mert nagyon, a fél óra hamar elmegy, szeretnék egy mondatot mondani a Honvédról, mert első ízben veszem észre. Az MTK-t azért nem mondom, az MTK adott egy csomó játékos saját magának, de ott egy ilyen speciális program volt már a fiatalítás. Tehát nem feltétlenül azért kerültek be az első csapatba, mert odavalók voltak, hanem azért, mert fiatalok voltak. Tehát kora, és mert olcsóbbak voltak, mintha ugye ezt elfogadja. De a Honvédban nem ez a helyzet pillanatnyilag, hanem 5-6 ember, vagy már több is, de 5-6 minimum, hát hogy is mondjam, ilyen standard játékossá vált, és hát van esély mondjuk így a bajnoki címre, de ha ezüstérem lesz, akkor is annál rosszabb már nem lesz, ugye? Hát minden esetre, hogy ez egy, hát egy, hogy mondjam, egy cezúra a korábbiakhoz képest az én szememben. Kétségkívül elismerem, hozzáteszem. Ez csak a magyar bajnokság megnyeréséhez, vagy a második helyhez elég, de kétségkívül önt igazolja abba a tekintetben, hogy most, mintha lenne valóban valami fejlődés. Nekem annyiból volt szerencsém, hogy Kispest egy eléggé összetartó közösség, és amikor a csapat elkezdett fejlődni, és a fiatalok jöttek be, és elzavartuk a pálya könnyörnyékére azt a pár embert, aki megkeserített mindenki életét. Egy óriási közösség állt össze. Olyan szurkoló táborunk van, megnézheti akármelyik mérkőzésen, amelyik szenzációs. Ez jó. Én rengeteg pénzt beleöltem, és azt kell mondanom, hogy ilyenkor elszokták, hogy kik azok, akik segítenek a műsorban. Én azt szeretem, hogy kik azok, akik nem segítenek. Nem segít Kispest önkormányzata, nem segít a kispesti üzleti szektor, nem segít senki más sem. Az egyetlen segítség, amit kapunk, az az óriási segítség, amit a kormányzattól kapunk a gyerekek utánpótlásért és az infrastruktúra fejlesztésért. Ezt ezúttal is köszönöm, én mindig megköszönöm, aki nekem segít. Tehát mi semmilyen, az én pénzemen kívül és a kormányzat segítségén kívül mi semmilyen segítséget nem kaptunk, amit szégyen. Nagy segítséget kaptunk, miért sikerült? Nagy segítséget kaptunk a szurkolóinktól, nagy segítséget kaptunk azoktól a fiataloktól, akik élnek, halnak a Honvédért, játékosokról beszélek most. Nagyon jó az, hogy most már először azt mondom, 2 évig, most már 3 évig ott van egy edző, ott volt vagy van egy edző, aki... nek a feladat az, hogy beépítse a fiatalokat, akik megérdemlik, és ezt megtette. És azt gondolom, hogy a menedzsment is türelmes volt a fejlődéssel kapcsolatban. Nem ijedtünk meg, amikor 9-ek voltunk, vagy 10-ek voltunk, mert ez is benne van a pakliban. Egy jó adag, ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, vagy ezüstérmes legyen, egy jó adag szerencse kell, erre még várunk, de remélem a következő 3 fordulóban ez is megjön. És azt gondolom, hogy ezeknek a mindennek az összejátszás, a kitartás, a szeretet és az alázat, ez nagyon fontos. Erről majd egyszer szeretnék magával beszélni, ha van kedve az alázatról, ami szükséges az élethez és a futballhoz. Ennek a kombinációja az, hogy ott állunk, ahol állunk. Hát köszönöm, hogy eljött. Először is én az alázat jelentőséget tudom, mert az újságírásban is legalább akkora szükség van az alázatra, mint a futballban. Úgyhogy egyfelől. Másfelől nem engedem szidni tovább Kispestet, mert az adás rendezője és az operatőr Kispesti. Igen, ne legyen félre, én nem szidom Kispestet, azt gondolom, hogy Kispest csodálatosan áll. Én azt mondom, hogy mindig megkérdezik tőlem, hogy én megkérdezem egy tulajdonostól, hogy mennyit kap a csapat, az önkormányzat, olyan 150 millió forintot, meg ők csinálják a stadion. És te mennyit kapsz? És akkor elfedem az arcom, és azt mondom, ez egy szégyen. Én nem, egyáltalán nem szeretem Kispest, csak azt mondom, hogy azok, akik bevonulnak oda, hogy Kispest, milyen nagyszerű csapatunk van, igazán adhatnának valamit egyeknek a gyerekeknek. Hát még egyszer köszönöm, hogy eljött. Muszáj vagyok ezt a kispesti beszédet megszakítanom, mondom itt. Az adás rendező holnap nem jöhetek be a stúdióba. Csak a Kispest. Rendben van. Köszönöm, hogy eljött, a nézőknek köszönöm a figyelmet, egy hét múlva találkozunk, a viszontlátásra.